Üdvözlök mindenkit, valamilyen amelyik a kapán csapattal. Hát nehéz ennyi komoly felszólalom után újat és érdemleges ezt mondani, de megmondom őszintén, hogy én sem bízok a jogi lehetőségekben. Számtalanszor évek alatt megtapasztalhattuk, és még mindig ott vagyunk, hogy itt ülünk az asztalnál is vitatkozunk, és próbálunk megoldásokat keresni, ami egy, tulajdonképpen egy tünetkezelés olyan, mint egy antibiotikum, amivel kezelünk valamit és elszabadít egy másikat. Hagyj említsek meg a saját ügyemet, talán mindenki emlékszik a hídblokkádra, amikor azért vittek el a rendőrök engem, mert egy hátra szerelhető mikrofonnal oszlattam a rendőrségen. Hát bevittek a rendőrségre, ezt a pert igen, kifogásoltam, és meg is nyertem. Azt mondta a bíróság nekem, hogy az ég adta világon semmit nem követtem el. Ennek mentén kártérítési keresetet nyújtottam be. A másik bíróságnak azt mondta, hogy nincs kötve az elsőfokú bíróság ítéletéhez. Tehát nincs ahhoz kötve, hogy egy másik bíróság mit mondott. Erre azért oda kellene figyelni, mert ugyanez lesz a devizaperekben is. De én nem vagyok szakértő a devizapereknek, én ezért nem is akarok belemenni ebbe a témába. Póka László barátommal értek egyet, és Fodor Sándorral, illetve Dabasi Tamással. A végrehajtó társadalmat kell elsősorban kipucolni, mert onnantól kezdve fölfelé le tudjuk az összeset vadászni. És ez csak az utcán történet, meg sehol máshol, nem a jogi berkekben, nem a jogi lehetőségekben, ahol ugye tudjuk, hogy egymásnak a szemét nem fogják kívánni. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy folyamatosan gyakoroljunk az utcán nyomást, és ha kell, akkor hamar, mielőbb menjünk vissza akár Orbán házához, és emlékeztetni arra, hogy voltunk ott negyedikén, és még mindig nem kaptunk rá választ, amit ugye szeretnénk, és nem csak olyan formán, hogy a devizaperek egy rossz termék. Úgyhogy én azt szeretném mindenkitől kérni, hogy ha jól emlékszem, annak idején a Jobbiktól is azt kérték, és a Jobbik is azt mondta, hogyha bizonyos dolog nem kerül megoldásra, akkor az utcán fogja folytatni. Ott kell folytatni, ki kell menni, és én azt gondolom, hogy a Jobbik is sokkal erősebb lenne, hogyha az utcán is megmutatná az erejét, mert az tarthatatlan, hogy ennyi ember pusztul ebbe bele, ennyi ember valóban felvenni is fél a telefonjait, retteg a végrehajtótól, és abban tökéletesen egyetértünk attól, mert a bírók elmennek szabadságra, a végrehajtó nem fog elmenni. Mi maradt tehát nekünk az, hogy megint külkeményen odaálljunk a rendőr elé, és akár a testünkkel védjük, mert megoldás nem lesz. A rendőr még mindig jelen pillanatban az államhatalmi szerveket, a végrehajtókat védi, úgyhogy én azt mondom, üssünk oda, de keményen. Nincs más választásunk. Egyesével szedjük össze. Akár. És az egyik ezért mindjárt elmutatni, hogy egy így jelent. Talán még, bocsánat, még annyit hozzátennék, nagyon annyit azért még hozzátennék, hogy nem véletlen volt az, amikor Szász Károlyt elkapták, és azért helyre hagyták, erre azért lehet számolni az elkövetkező időkben, és igenis föl kell hívni az állami apparátus figyelmét, hogy csinyán bánjon a döntéseivel. Van-e még olyan, hogy látom, hogy van, aki még nem szólt, mert mi van, akik szeretnék?